csak nem két évtizeddel Gagarin után, 1980 májusában az Interkozmosz program keretében feljut az űrbe az első magyar űrhajós Farkas Bertalan. Visszatérésekor hatalmas tömeg várja Budapesten őt és parancsnokát, Valeri Kubaszov ezredest. A koreográfia kísértetiesen hasonlít Gagarin ünneplésére. Az űrhajósok a nyitott csajka gépkocsin a Ferihegyi fogadásról a Kossuth Lajos térre hajtanak. A fellobogózott Üllői úton, múzeum és tanácskörúton tízezrek ünneplik a közös kozmos sikerhőseit. Az űrhajósok fogadására megjelenik Kádár János, akinek Farkas Bertalan tesz jelentést az űrrepülés teljesítéséről. Kádár elvtárs, Farkas Bertalan űrhajós százados, tisztelettel jelentem. Pártól, szeretett népemtől kapott megtisztelő feladatot becsülettel végrehajtottam. Parancsnokom Valeri Nikolajevics Kubaszov, Szovjetunió űrhajós pilótája. Köszönöm. Kedves Farkas elvtárs, kedves Kubaszov elvtárs, önök nagy és nehéz feladatra vállalkoztak az űrutazással. Ezt a feladatot példásan, becsülettel, teljes sikerrel elvégezték. Népünk nevében szívből gratulálok önöknek, jó egészséget, további sikereket kívánok! Délután az űrhajósok meglátogatják a cseppelműveket, ahol a magyar ipar külföldön is megbecsült termékét egy-egy cseppel kerékpárt kapnak ajándékba. Utána előadást tartanak a szovjet-magyar baráti társaságban, és megkoszorúzzák a magyar és szovjet hősök emlékműveit. A nap méltó befejezéseként a Honvédelmi Minisztériumban Farkas Bertalant századosból alezredessé léptetik el. Thank you.